A 2019-es esztendőben a Békés megyeiek számos fejlesztéssel gazdagodtak. A megyei önkormányzat által előkészített és menedzselt terület- és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően eddig közel 60 milliárd forint értékű fejlesztési forrás felhasználásáról született támogató döntés. Ennek eredményeként pedig 466 fejlesztésre nyert támogatást 71 megyei település. Ha mérleget vonunk, akkor elmondhatjuk, hogy a TOP keretében még a legkisebb községbe is érkezett fejlesztési forrás. Eddig felépült többek között 19 ipari park, 6 inkubátorház, 43 piac, megvalósult 20 turisztikai beruházás, 60 km kerékpárút, 62 óvodában és bölcsödében volt fejlesztés, és 133 épület újult meg. Békés Megye azon megyék közé tartozik, ahol ennek a programnak a megvalósítása a leghatékonyabban történik. A folyamat azonban itt nem áll meg, 2020 további látványos eredményeket tartogat, hiszen nagyon sok fejlesztés ebben az évben fog elkészülni. Elkezdődött emellett a magyar falu program, és hamarosan már várhatók az újabb területfejlesztési pályázatok is. Történelmi jelentőségű esemény volt emellett, hogy elkészült az M44-es gyorsforgalmi út középső szakasza, aminek köszönhetően Budapest jóval könnyebben és kevesebb idő alatt érhető el. 2020-ban el fog készülni a Kondoros Békés Csaba is, ami továbbjavítja a megyei települések megközelíthetőségét. Az ország élistárát jelentő Békés megye fejlődése 2020-ban még rendületesebbé válik. A megye lakosságával összefogva folytatni fogjuk a települések fejlesztését, a helyi gazdaság erősítését és a közbiztonság javítását. Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok, megyénk minden lakójának.